Na, hellasztok, skacok! Most egy új programot mutatok be nektek, aminek a címe F29 Retaliator, és ez abban a magazinban volt, még leközölve, amit küldtem nektek nemrég. Na most ez egy elég régi játék, ez egy vadászrepülőgép szimulátor, amit 1989-ben készítettek, Commodore 64-es Amigára. De a PC-s átirat az körülbelül, amivel most fogok ma játszani, az 1991 környékén készült el. Na hát, amint halljátok, eléggé pöpec zene szól, ugye a hangkártya miatt. Ugyanis 1989-ben már volt ugye Sunblaster 1.0-as hangkártya, és azt némelyik játékba belecsempészték. Az Adlib, az a company, amit mi ugye Adlibnak hívtunk. Hát az Adlib az ugye 1992 körül kezdett úgy mocorogni. Hát oda oldalra egyébként kiraktam a játék borítókat, amiket találtam. Az egyik az ugye a PC-s verzió, ami fölül van, az alsó pedig az Amiga verzió volt. Nekem az Amigának jobban tetszik a doboza. A PC-sért kicsit túl színesre sikeredett szerintem, bár az jobban ilyen detail, de hát én nekem jobban tetszik mégis csak az Amiga borítóján, a vadászrepülőgép. És ott látszik a PC-s verzió dobozája az ára, ami eléggé húzós ár volt akkoriban, hogyha kiszámoljátok. Na hát akkor merüljünk is bele a játékba. Ez valamilyen főhadiszállás lehet. Tactical Air Command. Na, hát úgy nézem, hogy itt egy számítógép előtt ücsörgünk, és itt be kellene, hogy írjuk ugye a kódot, akkor beírjuk a kódot. Igen, na, és akkor itt ugye pilótát kell válasszunk. Na hát, igen. Na hát mondjuk válasszuk ki ezt a pilótát. Ebben nem vagyok biztos, lehet, hogy ez a nehézségi fokozatok is lennének egyben. Ezt ki tudja. Na mindegy, akkor választjuk őt ki. Na most előzőleg ugye leteszteltem a Fighter Bombert, és ahhoz képest ez azért egy eléggé leegyszerűsített változat. Nézzük meg, hogy miről is beszélek. Na itt ki lehet választani két repülőt, az F-22-est és az F-29-est. Na mivel a játéknak az a címe ugye, hogy F-29 Retaliator, hát ugye értelemszerűen az F-29-es az ugye az a jobb vadászrepülőgép, úgyhogy azt fogjuk most választani elsőre, aztán majd kiválasztjuk a másikat is. És nézzük, hogy milyen fegyverarzenát kínál nekünk. Húha! Na hát ez amit mondok. Itt annyira nem látványos, hogy felszereld a bombákat, stb. Itt a vadászrepülőre. Úgyhogy ezt hagyjuk is meg, ahogy van. Nem akarok ebbe belenyúlni. Itt viszont már ki lehet lépni a DOS-ba, szóval, hogy megnyomod az Escape gombot, akkor itt kérdezi, hogy na, kilépek a DOS-ba, hát akkor inkább ne lépjünk ki. Van Mission Control, itt ki lehet választani, milyen missziót akarunk, akkor legyen Test Range, igen, Accept, nagyon szép Arizona, és húha, na, akkor induljunk el. Adok rá egy kis turbót. Húha. Ja, igen. Damage the plane. Túl sok turbót adtunk rá, srácok. Na, akkor nyomjunk még egy tesztet. Ezik, hogy föl tudunk-e szállni. Na, adjad rá, Kakao Johnny. Igen. Mehetünk! Na, indul. Igen, mert a fékek be voltak húzva. Azért nem ment előbb. Na, külső nézet. Mehetünk. És sikerült! Egyébként ezeknél a szimulátoroknál, amit Fighter Bomber című játék bemutatásánál nem közöltem le, hogy a leszállással vannak kisebb problémák, szóval én azt hiszem talán egyszer tudtam sikeresen leszállást végrehajtani.
és ezek engem nagyon irritáltak akkoriban, hogy felszálltál, megcsináltál egy missziót, és egyszer nem tudtam leszállni. Szóval ott felrobbantál lesz a pálya előtt 5 méterrel, mondjuk egy 20 perces misszió után. Jajajajaj, mi történik, kapitány? Ja igen, itt már elég jól szimulálják azt, hogy ugye van ez a blackout, amit hogyha ilyen magasabb nyomás terheli a pilótát, akkor például elájul. És itt elég jól megcsináltak, nézzétek, hogyha olyan szögbe húzod itt a gépet, akkor elkezd besötétülni minden. Aja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 j
Nézzük, hogy ez hogy is működik itt. Itt annyira nem látványos, nekem a másik játék sokkal jobban tetszett. Van belső nézet, eléggé zoralul néz ki a pilótánk. Ez akkor a kokpitből nézzük meg, hogy a kerekeket, srácok. Én már behúztam, ténykor mi van akkor? Na akkor zuhanyunk le. És mutatok mondjuk akkor egy missziót. De akkor válasszuk ki mondjuk az F22-eset, ha már így alakult. Choose your scenario. Na, itt például kiválasztjuk, hogy igen, akkor legyünk Európában. Ami érdekesség ennek a játéknak, hogy itt már lehetett hálózaton is nyomulni. Itt van egy olyan head-to-head. Nézzétek? Waiting for a call. Call for your opponent. Na, de akkor lépjünk is ki ebből, mert ez még ilyen ősrégi ilyen dial-up, ugye? Na, hát ezt most nem fogjuk letesztelni. Na, és akkor van egy olyan mission control, itt pedig ki lehet választani, hogy honnan akarsz indulni. Select base. Jó, akkor legyen az egyes. Igen, exit mission control, rendben. Na, és akkor Zulu, mehet. Mehetünk! Na, itt már szerencsére nem kell felszálljunk. Nézzük, hogy milyen rakétáink vannak. Uha. Nyomjuk le. Nyomjuk le a bercit. Hát nem rossz. Elég gyorsan megyünk. Na, lezuhan a berci. Igen, sikerült. Hát ez elég gyorsan leszállt. ez könnyű volt lelőni. Na, még itt nyomulok és teszteljük itt a cuccot. Ezt is lelőttük? Nagyon brutálisak vagyunk. Na, nézzétek, külső nézet, elég jó. És a kerekek, hoppá, csak így megjelennek. Szóval az ilyen másiknál azért jobban meg volt csinálva ez. Ez annyira nem szép, mint a másik játék. Viszont, ugyanakkor, maga a vadászrepülőgép irányítása sokkal jobb. Sokkal jobb, nem ilyen nehézkes és lassú. A másik játéknál eléggé nehézkes volt és lassú. Ugyanakkor szép volt, de itt mintha sokkal pörgősebb lenne és irányíthatóbb. Ajajajaj, bemértek minket? Jaj, ne! Na mindegy, Houston! Itt is lehet gépfegyverrel. Na, kettőt kinyírtunk legalább. Akkor nyomjunk még egyet. Na, a másik téma, amire rá akartam itt térni, amíg itt röpködünk. Ugye bemutattam egy játékot, aminek az volt a címe, hogy Fighter Bomber. És azt szeretném most itt egy kicsit jobban kiboncolgatni. Jaj, na ne, kilőttek! Katapultálni kell! Berci! Igen, sikerült, gyerekek! Na, itt legalább lehet katapultálni rendesen. Nem úgy, mint a másik játéknál. Nem mondod. Oda néz, hogy rám szálltak. Mint a szúnyogok. Na, még amúgy szeretnénk így gyorsba visszatérni. Az előző játék bemutatta a Fighter Bomberre. Ugyanis... ott ugye mondtam, hogy a játék 1990-es, de én szerintem a PC-s átirat 1990-es, amivel játszottam.
A maga játékot már 1989-ben kiadták Amigára és Commodore 64-re. Na most az újságok ugye úgy közölték le, hogy 1990, mert addigra értek, hát addigra érték be a játékot, hogy így fogalmazzak. És azt figyeltem, megképzeljétek, hogy az interneten is megosztik a vélemény, amikor arról van szó, hogy a PC-s verziója játéknak 1990-es-e vagy 1989. Ez azért van, mert régen, ugye én szerintem, zárójelbe téve azért van, mert régen ugye nem volt az, mint mostában, hogy internet, stb. Na, mi történt? Elment a hang. Ajaj! Jézus Mária! Na akkor, katapult! Jó, hát ez jól megcsinálták. Ez tetszik. Kilőtték a hajtóművet. Na szóval ott tartottam, hogy miért is van ez a confusion, hogy az embereknek a nagy része azt mondja, hogy 1990-es, a másik meg az, hogy 1989-es. A Wikipedia azt jelenti, hogy 1989-es, ugyanakkor a körülbelül 15-ből 10 oldal azt írja, hogy 1990-es a játék. A Fighter Bomber, ugye? Na most ez azért van, én szerintem, zárójelbe téve, mert régen, ugye, hát mint most is, ugye mindenhova más időbe ér be a játék, szóval hogy mondjam, szóval a magazinok Európában 1990 körül közölték le. És ezért mindenkinek a fejébe úgy maradt, hogy ez egy 1990-es játék, ugye? Hát a magazin, amit küldtem, ugye ott is 90-es évek közepén közölték le a játékot. Commodore 64 és Amigára, amire ugye már megjelent 89-ben. Na mindegy. Az én emlékeimben 1990-es PC-re. Aztán ha ti találtak erről valami infót, hogy most akkor mi a hiteles, hogy PC-re mikor jelent meg, arra vagyok kíváncsi, a Fighter Bomber, akkor nyugodtan nézzek utána, írjátok meg, mert kíváncsi vagyok, hogy ti mit találtok. Igen, szóval akkor maradjunk annyiba, hogy a Fighter Bomber eredetileg 1989-es játék, ugyanúgy mint ez, Commodore 64 és Amigára, de PC-re később jelent meg, ugye? PC-re később jelentek meg az átiratok némely esetekben. Na, hát ha tetszett nektek ez a játék, akkor nyugodtan töltsétek le, ez mára már szerintem ingyenes. És retrózzatok. Én nekem ennyi elég is volt, úgyhogy... Na mi van, nem maradt rakétám? Nincs rakétám, de azért még itt adja hangokat, mikor lövök, ezt nem értem. Uha. Na, akkor ennyi volt, srácok. Legközelebb egy másik játékot fogunk tesztelni. Olvassátok a magazinokat, amiket küldtek. És ha van valami jó ötlet, akkor... itt valami kacsát kilőttünk. Ha van valami jó ötletetek, akkor szóljatok a magazinokkal kapcsolatban, amit le kellene tesztelni. Na, sziasztok! Én ugrok. Még mindig lövik a vadászrepülőgépe, mert pedig már nincs is benne pilóta. Na, ciao.